www.radio.hu-ra várjuk. További szép napot kívánunk Önöknek, maradjanak velünk! Oltalom Rádió. Mert adni jó. Ez itt az Oltalom Rádió. Mert adni jó. Stúdiónkban ismét egy vendég. Jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, akik az Oltalom Rádiót hallgatják. Boldog új évet kívánunk, hiszen még élőben nem találkoztunk ebben az esztendőben. Szeretettel köszöntöm Önöket, és tisztelettel és szeretettel köszöntöm ezévi első beszélgető partnerünket, társunkat, dr. Iványi Gábor elnök urat. Szervusz, elnök úr, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szervusztok, és boldog új évet kívánok én is mindenkinek. No hát, érdekesen indult az új év, kaptál egy olyan kitüntetést az ukránoktól, az ukrán újjáépítésért. Ez egy polgári kezdeményezés, de a hadsereg képviselője adta át, amit Magyarországon rajtott kívül nem igen kapott meg még senki. Mi lehet ennek az oka? Hát nyilván az, hogy jó néhányszor megfordultál Ukrajnába, és hát mesélj róla, hogy mi minden történt ott, mit vittél oda, mit vittetek oda? Kezdem azzal, hogy az Ukrajnához, Ukrajna háborús helyzetéhez való viszony az nem teljesen egyértelmű, és beárnyékolja a dolgot, az alig titkolt várakozás, hogy hát ha ebben a háborús helyzetben szétesik Ukrajna, és akkor Kárpátaljából legalább egy darabot meg lehet Magyarország számára szerezni, mindig szivárognak ilyen hírek. Én azért annyira ezt nem tartom hitelesnek, de hogy Lengyelország és Magyarország is kapna egy kis részt Ukrajnából, ami hát gyöngítené a haragot az irányba, hogy Oroszország itt bekebelezte ezt az országot, mert lám más is bűnrészes ebben az egész történetben. Ez engem viszonyogtat, és azt gondolom, hogy egy teljesen elhibázott, bűnös szándék, igyekezett, hiszen a cél sokkal inkább az lenne, hogy legyen az Unió része Ukrajna, és akkor így zárójelbe kerülhetnek az összes trianoni fájdalmak, mert hiszen, hogy az adott területen ki használhatja az anyanyelvét, milyen címen vállalhat hivatalt, és így tovább, az egy közömbös kérdés volna az unión belül, nincsenek kellemetlen és fájdalmas határok. Tehát semmiképpen nem akartunk mi a magunk részéről egy olyan helyzetet fogni, amiben segítünk a kárpátaljai magyaroknak, arról nem is beszélve, hogy ezt a területet sokkal kevésbé érintette a háború, mint Ukrajna egészét, hanem hogy legyen egyértelmű, hogy a szolidaritásunk az egész ukrán népnek szól, és hogyha lenne erre tehetségünk, akkor mondjuk Etiópiában, Tigráj térségében is
adnánk támogatást, ahol adtunk is a háború kitörése előtt. Ugye arról viszonylag keveset beszél a világsajtó is, hogy mi történik Tigrájban. Ott volt az a programunk, hogy csacsit vettünk, mert nagyon sok iskolás gyerek azért is mulasztott, mert nagyon messziről kellett a vizet hordani. Vettünk szamarakat és tömlőket, amelyekben vizet tudták hordani a gyerekek. Most a háború ezt is elsodorta, de az még egy boldogabb időszak volt, amikor nem voltunk anyagilag ennyire kiszolgáltatott helyzetben, mint most. És azzal kell folytatnom, hogy itt ebben az ukrán misszióban is, amiben alsó hangon körülbelül olyan 100 milliós nagyságrendű az a segítség, amit oda szerveztünk, vagy ennél is lényegesen magasabb, de teljesen nem számoltuk még össze, csak azt a részét, ami mindenképpen célzott adományokból valósult meg, hogy el tudjunk számolni ezzel, de arra törekedtünk, hogy ne a mi általános költségvetésünket terhelje ez a misszió, hanem hogy akkor induljunk útnak, hogyha van valamilyen konkrét felajánlás, akár tartós élelmiszerben, akár anyagiakban, és így hát neveket említhetek, Bokros Lajos többször adott pénzt, aztán Nádas Péter egyik könyvének a honoráriumának a jelentős részét kínálta fel, amikor az óvodát hoztuk rendbe, vagy Kende Péter Párizsból úgy szintén adott jelentősebb összeget, és mások is kisebb-nagyobb összegeket ezzel a céllal, hogy ez menjen Ukrajnába, az ukrajnai segítségre, és akkor miket valósítottunk meg. Hát Andrii Ivkába ebben sokat szenvedett, falucskába, ahol nagyon sok nőt, férfit ért bántalom, sok férfit agyonlőttek, ott keseregtek ezen, hogy a német megszállás idején nem volt ekkora vesztesége a falunak, mint most. Ez van a legmagasabb ponton ott Kijev előtt, és ezért stratégiailag fontos hely volt, iszonyú dúlást végeztek az oroszok, és hát mi a község egyetlen iskolája környékét próbáltuk emberibbé tenni. Más is dolgozott ezen, mert kialakítottak egy föld alatti iskola együttest, és ugyanakkor viszont nem maradt arra erejük, hogy a lebombázott óvodát és menzát helyre hozzák. Nos, mi erre vállalkoztunk, és hát nagyobb részt a meglévő építőanyag forrásunkból szállítottunk ki a vakolattól kezdve, ilyen kézzsákos vakolattól kezdve, csempéken át, burkoló anyagokon. Ezek azok voltak, amik itt az iskolaépítéshez felhalmozottak? Vagy? Igen, itt volt. Mi nagyon sokszor jutunk hozzá félérekért, vagy néha ingyen is olyasmi ez, ami másnak már útban van, és értékesíthetetlen, tehát mit tudom én, megmarad 22 négyzetméter egy jelentősebb linoleum, csempe, padlók, mindenféle ilyen dolog, ami arra nem elegendő már, hogy egy lakást, vagy egy teljes szobát rendbe hozzanak, és ezért muszáj többszínű, tehát ilyen terrakotta burkolást csinálni, és van, aki nálunk ezzel foglalkozik is, hogy szépen megtervezi, és ízlésesen meg lehet csinálni azt, csak mosható legyen a felület, és akkor nem baj, hogy nem egyöntetően gyönyörű, szép, fehér, hogy nálunk, ahol akár iskoláinkban is valamilyen renoválást kellett végeznünk, én sose bántam azt, hogy ha látszódott, hogy ez tényleg adományokból van összeállítva. Részekből áll össze az egész, hogy nem tudjuk kicserélni mondjuk a teljes linoleumot, de a bejárat környékén azt kivágjuk, és oda beragasztunk egy új darabot, vagy két-háromféle anyagból, nagyjából ugyanolyan
minőségi anyagból rakjuk össze a tornaterem burkolását, és így tovább, mert hiszen itt a cél, és talán fontos ezzel foglalkozni a hajléktalan ellátásban is, az, hogy soha nem mémeljük, hogy ez az ő otthona, és hogy ez legyen egyrészt közel ahhoz a millióhoz, ahhoz a szinthez, amiben él, de ugyanakkor legyen tiszta, rendezett és működőképes. Na most én sosem szerettem azt, ami más helyütt van, a dédelgetett intézményeknél, iskoláknál, hogy nem tudják már mire költeni, és akkor van hely, ahol üveglift van, vagy fűtött focipálya, és én nem tudom mi minden, ami nem pótolja a lelkületet, tehát hogy a gyerekek szeretik és vigyáznak rá akkor is, hogyha az a pálucai fiúknak a grundja, és nem egy hivalkodó hely, ami sokkal inkább hirdeti a fenntartó állam politikai koncepcióját, mint azt, hogy itt vannak a gyerekek, és hadd legyen az övék, hadd birtokolják, és hadd használják, tehát amire nem kell olyan értelemben vigyázni, hogy inkább nem használjuk. Tehát nem focizunk a gyepen, mert akkor letaposuk a füvet. Ez arra van, hogy tapossák le, és majd kinő a fű. De mi azt szeretjük, hogyha kis grundjaink, a tantermeink és egyebeink nyitható ablakokkal, ajtókkal, mosható felületekkel, fűthető rendszerekkel, nem csöpögő csapokkal, és így tovább rendelkeznek, és praktikusak, amennyire lehet esztétikusak is, és a gyerekek magukénak érezhetik. Na most visszatérve az ukrajnai ügyhöz, ott is ugye háború van. Ez, amit mi ott tudtunk csinálni, akár Andriivkában, akár Borodyánkában is, ahol meg a zeneiskola, többek között a zeneiskolát bombázták le, ahol a hangszerek nagy része is oda veszett. Ez egy átmeneti helyzet, hát amikor elkezdődik az ország helyreállítása valamilyen jelentős európai vagy tengeren túli segéllyel is, akkor nyilván lesz egy olyan reparáció, amiben ezek a szükségmegoldások, működőképes szükségmegoldások is zárójelbe kerülhetnek, de most valóban rendben van. Például Andriivkában a konyha már nem fért el. Úgy tudtuk megoldani az óvodát és a menzát, hogy az belekerült a régi iskolaépület egyik végébe. Ugye ma már nem születik annyi gyerek, mint amikor ez az épület a Szovjetunió idejében fölépült, és kihasználatlan terek voltak benne, és végig mentünk ezen, megnéztük, hogy hova lehet betenni egy kis óvodát 40 gyerek számára, hogy hova lehet elhelyezni az ebédlőt, és a konyhának nem maradt már hely. Na most, itt a főiskolán volt egy konténerünk, amiben a szakdolgozatokat tartottuk, és megnéztük, hogy a szakdolgozatok máshova is elhelyezhetők a könyvtárnak egy felszabadult helyiségébe, és ezért ezt a konténert szigeteltük, ablakot vágtunk rá, nyitható ajtót, és ebből a konténerből lett a konyha, amit sikerült egy olyan visszfúvat felajánló személlyel kivitetni, aki most már nem is emlékszem, lehet, hogy semmit nem kért azért, hogy elvitte ezt. Ez Kijev magasságában van, tehát ide ez egy napi út, de nem ment üresen az autó, mert egyébként onnan hozott volna valamit. Sok-sok szervezéssel, leleményességgel lehet megoldani azt, hogy ha nincs pénz, akkor is valami történjen. Na most mondom, hogy kifejezetten erre a célra felajánlott pénzeket használtunk fel, és ezt azért hangsúlyozom, mert
olyan rossz anyagi helyzetben voltunk, hogy többekben felmerült, hogy fizetést nem tudunk adni, de megyünk Ukrajnába. Hát nem a fizetések rovására teljesítettük ezeket az utakat, de nehéz ezt megmagyarázni. Kaján hibát kereső emberek, vagy sértett emberek gyűrűjében. Na most a kicsi pénzt meg végig kell gondolni. Ugye ilyen döntéseket hoztunk, hogy mivel kiderült, hogy Ukrajnában minden olcsóbb, mint Magyarországon. Ugye szoktuk tréfásan mondani, hogy az ő szomszédságukban nincs háború, nem lehet arra hivatkozni, hogy a szomszédban háború van, és ezért megszorításokat kell eszközölni. Eleinte itt vásároltunk be, de rájöttünk, hogy ugyanazért az összegért sokkal több mindent tudunk venni kint. És ezért kimentünk, és mondjuk Ungváron vásároltunk be, és vittük el a tartós élelmiszert, mindent, még a zöldség is, arról nem is beszélve, hogy a határon átvinni nem dobozos élelmiszert, vagy nem lefóliázott élelmiszert, nehézkesebb is. A határon sosem volt könnyű átjutni, mindig elég hosszadalmasan tudtuk átlépni a határt, meg aprólékos feljegyzést kellett készíteni, de így egyszerűbb volt, hogy odát a sárgarépától kezdve a tyúkig mindenfélét meg lehetett vásárolni, és akkor azt vittük beljebb a belül lévő helységekbe. Na most, ha már tyúkot említettem, fölmerült az egyik helyen, sajnos nem emlékszem a település nevére, hogy volt egy nagyon kedves, elkötelezett idősebb asszony, aki a hozzá telepített pihenőre visszavonuló katonákat, mert ugye ott is kint vannak szegények egy-két hétig, ha túlélik, utána jön egy-két hét pihenés, és akkor nem haza mennek, hanem közelben maradnak készenlétben, és ő mindenét rászánta erre, fölélték a katonák, az ő és a faluban lévő szomszédai mindenféle készletét, és ott vettünk 150 csirkét, valamennyi kacsát, sikerült hozzá vásárolni, több ládányi baromfit vettünk, melyeknek egy részéből ugye pörkölt lett, egy másik része meg tojást tudott tojni. Na most ez megint egy olyan gyakorlatias segítség volt, amihez találtunk negyed áron az itteniekhez, viszonyítva negyed áron egy csirkefarmot, ahol negyed áron lehetett beszerezni a baromfi állományt, és akkor ugye arra is gondoltunk, kellett venni néhány zsák tápot is ehhez, hogy legalább a téli időszakban legyen az állatoknak mit enni, meg hát nem tojnak rendesen, hogyha kapirgálásból kell a tojást produkálni. Illetve találtunk valakit, aki gyümölcsfákat szaporít, és oda Andriivkába, ebbe a szétbombázott település iskola kertjébe kértük, hogy szántsanak ki egy területet, és ott is 150 facsemetét elültettünk. Ez nagyon megkapó volt, hogy maguk a gyerekek is jöttek, és egy tanárnak az irányításával elültették ezeket a kis gyümölcsfákat. És én abban hiszek, hogy az ilyen belátható kis konkrét adományok, amikben van valami kedvesség is, tehát, hogy tyúkot kap, hogy gyümölcsfája van, ami évek múlva lesz persze abban a helyzetben, hogy gyümölcsöt hozzon, de van benne mégis valamennyi reménység, meg belefektettünk saját munkát a felszántott területbe, a cserépben vitt
fiatal növényeket szépen elültették, locsolták, úgyhogy nagyon-nagyon elégedett voltam azzal, ahogy ehhez a dologhoz is hozzáálltak, illetve hát a Borodyánkai zeneiskolában például Presser Gábor adománya volt, két elektromos zongora, aztán a Gemini együttes hajdani dobosa, a Gyuszinak a vezetékneve hirtelen nem jut eszembe, az ő szervezésében lehetett hozzájutni kedvezményesen mindenféle egyébhez. Volt itt egy nem használt dobfelszerelés, de vittünk hegedűket, gitárokat, fúvós hangszereket, két klarinét is volt közöttük, talán fuvola, több kis furúja is, csupa olyan dolog, amit olyanok adtak, akik ezt már nem használták, és vittünk rendes zongorát is, azon a koncert is volt, mert felajánlásból Balatoni Péter zongoraművész adott koncertet Borodyánkában, Kijevben és Ungváron is, és ezek mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy a magyarokkal szembeni értetlenségből fakadó fenntartás oldódjék. Ez tulajdonképpen nem csak jótékonyság, és nem csak humanitárius segítség, hanem egy nagyon fontos diplomáciai küldetés, hogy azt az ország, azt a negatív országképet, amit a jelenlegi kormányunk hát előidézett, azt valahogy ott a népek lelkébe, az ukrán nép lelkébe próbáljuk helyre tenni és kiegyenlíteni, hogy nem olyanok vagyunk, mint amit a kormányunk produkál. Egyébként, ahogy elmondod, a te életed, legalábbis az én értelmezésem szerint, az az állandó változás. Hiszen a háborúról is úgy beszéltél, hogy ennek vége lesz, és jön egy olyan időszak, amikor újra kell kezdeni mindent. Az előbb a hajléktalanokról, ha jól értettem, azt mondtad, hogy nem az a cél, hogy a hajléktalan szállott otthonuknak tekintsék, mert az egy állandó, stabil állapot, hanem egy olyan átmeneti állapotnak, amiből majd egyszer, ha olyan állapotba kerülnek, akkor ki kell lépniük. És hát ez egy óriási dolog, hogy az ember az életet így fogja fel, hogy az állandó változás. Na de van egy nagyon fix dolog az életünkben, és ez a karácsony. És ha szabad témát váltani, hát most már lassan 2000 éve, vagy legalább 1800 éve várjuk így karácsony előtt adventbe Jézus eljövetelét, második eljövetelét. Irtózatosan izgulunk, készülünk rá. Nagyon sokan a nyakukba veszik a karácsonyt, pedig a szívünkben lenne a helye, hogy egy mostani jó mondás mondja. Aztán utána eltelik a karácsony, és minden ott folytatódik, ahol mondjuk novemberben abba maradt. Tehát az a lelkes készülődés, ami főleg anyagiakban mutatkozik meg, az a lelkekbe, mintha nem jelenne meg, üdítő kivétel, amit elmondtál, hiszen ezek az adományok, amiről a közmédiában nem hallhattunk, ezekről nem tudhattunk, hogy Presser Gábor miket adott meg, hogy zenészek, meg művészek, meg egyszerű emberek, vagy tehetősebb emberek. Ez ellentmond az én állításomnak, de mintha mi sem történt volna. Ez hogy van? Miért van ez? Hogy a karácsony ilyen nyomtalanul múlik el, aztán a következő évben újra várjuk a második eljövetelt, Jézus második eljövetelét. Na most nyomtalanul azért nem múlik el, csak mindig úgy van, hogy évközben, amikor a dolgunkat végezzük, akkor hát nem állhatunk meg és ünnepelhetünk. A Bibliából veszem, ennek az ünnepnek az alapja is bibliai. Közben eszembe jutott, hogy Bardóczi Gyulának hívják, a Gemini volt dobosát, aki
sokat tett, igen, megérdemli, hogy a nevét megemlítsük. Szóval, hogy az ünnepnapok azok mindig kivételes napok. Ugye vannak, amikor az ünnepről beszélgetünk zsidóságon belül, akkor mindig azzal kezdjük, hogy minden hétnek van egy ünnepnapja, és ez a szombat. Tehát úgy van kitalálva, az örökkévaló úgy találta ki, hogy ne egy földrabolatlan, végehossza nélküli időben éljünk, mozogjunk, a rabszolgák szegények így éltek hajdan, vagy Hammurabi is, például csak minden tizedik napot adta meg szabadságul, de a zsidó nép hagyományában az van benne, hogy maga a Jóisten a világot ebben a működőképes formájában bizonyos terv szerint hét nap alatt teremtette, és a hét napba beletartozik a szombatnak a megteremtése is, amikor pedig az egész ügyet azt szolgálja, hogy nincs robot, nincs kényszer, megáll az idő, és mindannyian emberek és állatok, tehát az egész teremtett világ Istennek a vendége. És ettől ünnep az ünnep, hogy akkor nincs semmiféle kényszerítés, akkor beszélgetés van, akkor eszünk, pihenünk, ápoljuk a családi kapcsolatainkat, közösséget. Na most aztán tovább megyünk, és vannak az évszakokhoz köthető ünnepek. Ugye zsidó nép is egy mezőgazdasági, állattenyésztő mezőgazdasági nép volt, mint minden nép, ugye az élelmiszert valahonnan elő kellett teremteni, alapvetően ilyesmikkel foglalkozott, és ahogy az időjárás engedte, vagy ahogy be lehetett takarítani a termést, úgy szerveztek ünnepeket, aratás, első gabona, árpa aratás, stb. Ünnepet teremtett, vagy például a föld forgásában a holdnak, az új holdnak a megjelenése. Tehát mindig megünnepelni egy-egy olyan pillanatot, ami eltér az átlag hétköznapi működéstől. És akkor ugye az ünnep együtt jár mindig valamilyen menüvel, átöltözéssel, ceremóniával akár, és ettől szép az élet, hogy vannak eltérő napok is. Na most a karácsony szintén egy ilyen ünnep, de nem beszélhetünk karácsonyról anélkül, ha már bibliás ünnepet említettem előtte, hogy egy ilyen intertestamentális ünnepet ne hoznánk szóba a két testamentum közötti időből, és ez a Hanukának az ünnepe, ami szintén részben azért esik erre az időszakra, mert itt van egy váltás az év legsötétebb napja, és a győzedelmeskedő világosság harcában az az ünnepélyes pillanat, amit hajnalonként él át az ember, mert én értelemben minden nap is ünnep lehet, egy megkönnyebbülés, hogy feljön a nap. Senkinek nem jut eszébe az, hogy még akkor se a borús idő van, egy szép gondolat a Bibliában, hogy néha nem látják a napot, bár az égen ragyog, de akkor átfut a szél, és eltolja a felhőket, és újra látszik, hogy a nap felkelt. Szóval a hosszú éjszakák után elkezdenek hosszabb nappalok lenni. Karácsony maga átlépést jelent, tehát, hogy átlépünk a sötétből a világosságba, és ugye ezt is megelőzi 4 hét a pusztai vándorlás 40 évének az emlékére, amikor várjuk a bekövetkező jót, a szabadulás megkoronázását, az, hogy hazaértünk, és otthon lehetünk az ígéret földjén. De mondom, a Hanuka ünnepe megelőzi ezt, és a Hanuka fényei és a karácsonyfa fényei, bármennyire is zavaró ez némelyeknek ez a gondolat, zsidóságon belül is, és meg is értem, hiszen itt van egy 20 évszázada tartó, nehezen gyógyuló, érthető
sebb fájdalom, hiszen a kereszténység a maga politikával való összefonódása révén nagyon sok fájdalmat okozott a zsidóságnak 20 évszázad alatt, és hát ennek a csúcsa volt Auschwitz. Na de visszatérve ide, a Hanuka az megint csak a szabadságról szól, arról szól, hogy ez alapvető vágya nem csak az ukránoknak, a zsidóknak és minden népnek is, hogy legyen szabad, legyen egy hely, ahol senki nem mondja meg, hogy hogy kell élni. Na most Izrael történetében, miután egy nagyhatalmak közé szorult, érzékeny földrajzi ponton lévő ország, ugye a földközi tenger mentén egy keskeny olyan földsáv ez, ami tulajdonképpen a nagy kereskedelmi és hadi útvonal mellett helyezkedik el, olyan, mint egy nyakkendő, úgy néz ki, egy keskeny hosszú ország, és stratégiai szerepe volt mindig, mióta van, de sokkal inkább a hozzá kapcsolódó spirituális ígéretek, élmények miatt hihetetlen indulatok veszik körül. Ugye gondoljunk csak Jeruzsálemre, amit három vallás tekint alap helyszínének, és megy a marakodás rajta, hogy ki igazán az, hogy mindmáig nem ismerik el sokan Izrael fővárosának, miután hát ugyanez a vita nem folytatódott Németország fővárosát illetően, tehát ott nem volt kérdés, hogy lehet-e Berlin az egyesítés után Németország fővárosa, nem kell-e Bont meghagyni, és így tovább. Itt Jeruzsálemnél máig egyesek szerint nem lehet főváros, és azért nem lehet, mert egyrészt más is igényt ad rá, másrésztről pedig, hát mi a nagy egyistenhívő vallások centruma? Ugye, ha Róma, akkor nem lehet egyben Jeruzsálem is. Tehát akkor Jeruzsálemnek nincs akkora jelentősége, mint Rómának. De hát attól függ, honnan nézzük meg, hogy milyen szabad lélekkel szemléljük ezt a dolgot. Na most a Hanuka az a sötétség felett való sajátos győzelem, és az az üzenet, hogy egy napra elegendő korsóolaj kitartott 8 napon át, meg hogy nem kell várni arra, hogy az elnyomó zsarnok személyéhez hasonló formátumú személy, vagy nép, vagy hadsereg jelenjen meg, hanem ezt a helyi háziasszonyoknak és diákoknak kell a kezükbe venni, és így történt nem csak az a csoda, hogy 8 napig égett az egy napra való olaj, hanem az a csoda is, hogy ezek a diákok, háziasszonyok megverték az akkori világ legnagyobb hadseregét külső segítség nélkül, és hát nem tökéletes, de nagyon-nagyon élhető 150 évre, durván 150 évre Izraelnek valamilyen fajta függetlenséget harcoltak ki, hogy aztán ez később megint összeomlott, vagy hogy nem volt ennek az időszaknak egyöntetű a sikere, hogy a hajdani hősök közül talán egy kivételével mindenki a harctéren esett el, jeléül annak, hogy a győztesnek is mindig vannak veszteségei, és hogy áldozatot kell hozni, és aki nem hoz áldozatot a szabadságért, az nem is kapja meg. És hát ezt az ünnepet megünnepelték Jézus idejében. És most azt tudni véljük, hogy ő nem karácsonykor született, de azért ünneplik az ő születésnapját is karácsonykor, mert akkor van ez a világosságba való átlépés, és a világosság diadala, az élet diadala halál felett, és hogy ajándékot
adnak az emberek. Minden ünnepnél van ajándék, vagy a szegények meg ajándékozza, vagy a sása, vagy a gyerekek, vagy a családtagoké. Az ajándék is, és a közös nagy étkezés is arról szól, hogy valahogy emlékezetessé kell. Még a halotti tor is ilyen, hogy azért gyűlnek össze, és esznek egy nagyot az emberek, hogy ne felejtsék el azt, akitől éppen elbúcsúztak. Na most ezt nem lehet egy éven át bírni, meg nincs is ennek értelme, hanem azt lehet mondani, hogy egy keményen megdolgozott évnek kell, hogy legyen legalább egy olyan kis rövid időszaka, néhány nap, amikor nem a robotról, a napi gondokról szól minden, hát feltéve ott is a világirodalom feldolgozza ezt a problémát is, hogy nem jut még kenyérre se, és akkor hogyan éli át a karácsony ünnepét, az adományozás, az ajándékadás ünnepét az ember. Na most másrésztől viszont a kérdésed egy fontos dolgot érint, és pedig azt, hogy és miért ne lehetne 365 karácsony, hogy a karácsony szellemisége, a gyengék védelme, mert hiszen itt egy kisgyerek, egy csecsemő formájában jelenik meg, a világ védelmezésre szoruló másik fele, tehát hogy miért ne lehetne ez állandó filozófiánk, vagy miért ne tudnánk örülni, és hálát adni a jóért, vagy reménykedni abban, hogy a folytatáshoz szükséges, tisztább és odaszántabb életű személy megszületett, hogy miért kellene beletörődnünk abba, hogy zsarnokok, tolvajok, gazemberek, utonállók irányítják az életünket, hogy annak ellenére kell egy társadalomnak működőképesnek maradni, hogy akik vezetik, azok erre alkalmatlanok és méltatlanok. De... Bocsánat, én hadd pontosítsam az én felvetésemet. Nekem születésem óta a karácsony az a szeretetről szól. És én azt hiányolom, hogy az a szeretet, amit mutatunk, és hát nem vagyok biztos benne, hogy ez mélyről jövő és őszinte szeretetmutatás, ami karácsonykor kiül az emberek arcára, de ez miért nem marad meg karácsony után is? A szeretet, a gondoskodás, az odafigyelés a másikra, a szolidaritás, hiszen erről kéne, hogy szóljon, hát Krisztusnak, meg a Jóistennek ez az ajándéka, az igazi szeretet, amit tőlük kapunk. És az egész kezd olyan anyagiassá válni, materiálissá válni, hogy ajándékozunk, rendben van. Aztán utána 26-án, december 26-án, meg január 2-án, meg 3-án, minden fogadalom ellenére általában ugyanúgy zajlik az élet, mint előtte zajlott, és nem marad nyoma ennek a készülődésnek. Most az a helyzet, hogy a szeretet az elsősorban nem egy ünnephez kötött érzelem, és nem is a mindennapokhoz kötött érzelem, hanem sokkal inkább egy munka. Na most minden, ami munkával jár, az egyben fáradtságos, és mondok egy primitív példát, ilyen az esti fogmosás. Tehát ha az ember nagyon fáradt már, akkor hajlik rá, hogy a fogmosást mellőzze, vagy ilyen a rendszeres tisztálkodás is, hogy az ember rohan, és akkor tudja, hogy egy zuhanyozás akármilyen gyors, ha nem nőkről beszélünk, akik ráadásul még esetleg sminküket is elkészítik, vagy a férfiaknál a borotválkozás. Tehát ez idővel jár, kényelmetlen, olykor van valami fáradtság vele. Na most a szeretet nagyon hasonlóan ez, az egy életforma. Ugye van az a szép himnusz, amit oly meghatottan szavalnak néha még színészek is, a Korintusz beliekhez írott első levél 13. része, Pál szeretett himnusza, ami egy kőkemény szöveg, ha az ember közel megy hozzá, mert azt látja, hogy 8 igen és 8 nem, és éppen ezért ezek fényében lehet a
a szeretet himnuszának a végkicsengése az, hogy szeretet pedig nincs bennem, mert ami van, az egy bizonytalan érzelem, az függ attól, hogy a másik hogyan reagált, holott az igazi szeretet, az független attól, hogy én mit kaptam. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mondja Jézus, akkor mennyivel vagytok különbek azoknál a vallási fanatikusoknál, akik Istenre is így tekintenek, hogy csinálok valamit, és ezzel mintegy megzsarolom Istent, hogy tessék nekem cserébe ezért örök életet, vagy nem tudom én mit adni, és ezzel szemben az, aki nem is vette észre, hogy a másik javát szolgálta, valami jót adott neki, aki álmélkodik, amikor szembesítik azzal, hogy milyen szolgálatokat tett az Úrnak, éheztem, ennem adtatok, stb. Ez sokszor előkerül ez a szakasz, hát evangélium a végéről, akkor azt kérdezik ámuldozva, hogy de ezt mikor vettük észre, nem vettük észre, mert életformánká lett. Na most életformánká lesz a fogmosás, nem tudjuk elképzelni, hogy zavar bennünket, ha nem mostuk meg a fogainkat, és öblítettük ki a szánkat, vagy zavar bennünket a testszag, mindenkinek van, és csak akkor nincs, hogyha az ember küzd ez ellen, és a szeretet hasonló, nem mint a testszag, hanem a testszag hiánya. Tehát aki küzd a szeretetért, megfelelő áldozatokat hoz, annak az életében fog működni a szeretet. De most nincs olyan, hogy karácsonykor egyszer megfürdünk, kipucoljuk a körmünket, ünnepélyes ruhát öltünk fel, és akkor ezzel le van tudva az egész ünnep, hanem minden nap az igényes ember válogat a ruhatárában, van neki, rendben tartja ezeket a készleteit, gondosan dolgozik azon, hogy lényegében az egész élete ünnep legyen. Na most jó, hogy megpendíteted ezt, mert nem lehetetlen, hogy az ember boldog ember legyen, akinek nagyjából ünnep minden napja, és aki nem zökken ki ebből akkor sem, hogyha nagyon nehéz napokat él át, ha nagyon sok emberi rosszasággal találkozik. Az egy külön minősített helyzet, amikor a rosszért nem fizet az ember rosszal, és nem azért, mert esetleg a lelkének úgy hiszi, nem esne jól, hogyha bosszút állna önmagáért, hanem rájön arra, hogy a rosszat rosszal nem lehet kioltani, csak annak ellentétével a gonoszt jóval győzd meg. Na most ez egy egészen egyedülálló játék, hogy hogyan tarthatom én az irányt a magam életében is, csak azért is a jó döntéseket meghozva és az igazság útján járva, akár hatalmon vagyok, akár a levetett helyzetben. Tehát karácsony szeretetét minden nap megőrizni az igazadban sokkal fontosabb, mint ezt egy-két napra korlátozni, de ez napi munkát jelent, és aki időben elvégzi, mondjuk maradjunk a mezőgazdaságnál, ott is vannak ilyen kényszerítő pillanatok, tehát tudni kell, hogy mikor kell kiszórni a trágyát szántóföldre, mikor kell szántani, boronálni, mikor kell résen lenni, hogy egy nagyobb zápor után, hogy kell betárcsázni a földbe a nedvességet, mert különben pangóvíz marad a földeken, hogy hogyan kell a felesleget elvezetni, esetleg árkokkal, hogy mikor kell vetni, hogy mikor van az a pillanat, amikor még éppen nem perek ki a maga kalászból, de már nem is fogja a toklász olyan erővel a magot, és akkor a csépléshez elő kell készíteni, mert ma már modernebb eszközökben ez egy füst alatt megy, mert a kombány nem csak learatja, hanem ki is csépli magában, és a végén
zsákba is kerülhet a mag, de mindennek megvan a maga ideje, és aki elmulasztja ezeket az időket, annak abban az évben nem lesz termése. Tehát időben kell a fát megmetszeni, időben kell leszedni a gyümölcsöt róla, időben kell ültetni, és mindennek rendelt ideje van, és az egész élet egy ilyen ütemes működés, amit az határoz meg, ugye így jönnek létre az ünnepek, hogy mikor jelzi az egész lüktető, működő, teremtett világ azt, hogy itt az idő, és cselekedj. Na most a szeretet az olyan, ami mindennapi programunk, és akinek ez fontos, az nem mulasztja el, hogy vizsgálja önmagát, hogy döntéseket hozzon, rosszra jóval reagáljon, üdvözölje a jót, és akkor ő körülötte legalábbis mindig karácsony lesz. Egy picinyike időnk maradt még, és hát nem kerülhetjük meg azt a nehéz helyzetet, amiben az oltalom és a MET, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség van az állami pénzek megvonása következtében. Hogy áll most a dolog? Van-e remény arra, hogy ez normalizálódjon? Van-e valami jele annak, hogy a kormányzat változtatni akar az eddigi gyakorlaton? Egyáltalán hogy lehet ezt túlélni? Szomorúan érint engem az, hogy pláne olyanok, akikkel együtt voltam hajdan 30-valány évvel ezelőtt a rendszerváltás lelkes híve, hogy olyanok váltak zsarnokká, és sokszor embertelenné, önzővé, kapzsivá, és miközben saját maguk számára hihetetlen nagyságú közpénzeket rabolnak el, közben nem jut az éhezés határán tengődő fiataloknak is nem marad remény arra, hogy iskoláikat elvégezhetik, és mi fáradhatatlanul dolgozunk azon, hogy a megkezdett munkát végezhessük, és elfogadhatatlannak tartjuk, hogy egy kormányváltás megkérdőjelezi azt, hogy egy munka folytatható-e. Szóval ha egy háború alkalmával, most csak említsem Trianont, mert az mindenkinek benne van a fejében, tehát ha ezt Árpád apánk és a többiek látták volna hajdan, és azt mondta volna akkor valami sámán, hogy figyeljetek ide, ne foglaljuk el ezt a területet, mert ebből csak baj lesz, mert mi van akkor, hogyha jönnek erősebb népek, és vereséget jönnek a tatárok, törökök, mit tudom én kik. Szóval így nem lehet belefogni semmibe, tehát nem elfogadható, hogyha van egy kormányváltás, akkor azonnal el kell engedni azokat a dolgokat, amiket eddig szépen fölépítettünk, és jól működtek. És persze, hogy hiszem, remélem, hogy valamilyen módon változás jön létre, vagy úgy, hogy az alkalmatlan és gonosz emberek eltűnnek az ország éléről, és miért ne volna ez lehetséges, eddig mindig megtörtént a történelemben, vagy hogy olyan erőssé lesz maga a társadalom, és annyira felnőtt módra kezd gondolkozni, hogy támaszt találunk igaz emberekben, hasonlóképpen ahhoz, amint eddig is, hiszen kedves barátaink, támogatóink tették lehetővé, hogy ha nem is teljes fizetés, de tudjunk fizetési előleget és egyebet adni, vagy az 1% révén most korrigálni ezt a helyzetet, és hálás köszönet mindenkinek, aki adott, mindenkinek, aki kitartott, és mind-mind ezek a dolgok erősítik azt a reményt, hogy ki fog tisztulni a levegő, és ki fog tisztulni az ég, és folytatható az a munka, amit 30 éve csinálunk. Akkor
összegzésként megállapíthatjuk, hogy tulajdonképpen a kötelező állami feladatok költségeit nem az állam, hanem a jószívű, tisztességes, becsületes magyar állampolgárok vették át, és ők biztosítják, és nagyon bízunk abban, hogy ebben az esztendőben is így lesz ez. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és beszélgethettünk, és a kedves hallgatóknak pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet. Én is minden köszönöm. Jót, viszonthallásra. Sok boldogságot mindenkinek. Oltalom Rádió. Mert adni jó. Úgy szálljon hozzád ez a dal, mint csillagfénye alkonyórán, szelíden, csöndesen mosolyogván, te szép, te kedves, fiatal. Úgy szálljon hozzád ez a dal. És úgy szálljon hozzád ez a dal, mint hófehér galamb az estve, fáradtam, enyhelyet keresve, míg csöndben zörren az